Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Én Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója. Köszöntelek a stúdióban. Köszönöm a meghívást, örültem neki. Napokban az egyik legfelkapottabb hír arról szólt, hogy a kormány tulajdonképpen kikéri magának azt, hogy a az ukránok az OTP-t fölrakták a háborús szponzorok listájára. A Richter számára ez jelenthet egyfajta fenyegető veszélyt. Egyszer a Richter is fölkerült erre a listára, és, és figyelitek-e, nézitek-e, hogy ennek milyen következményei lennének adott esetben? Kicsit hosszabb múltra tekint vissza ez az egész nálunk szerintem. Egyrészt amiatt, hogy 70 éve vagyunk, a Szovjetunió területén különböző termékekkel, és lehet, hogy emiatt van, lehet, hogy másokból minket előbb elértek azok a hatósági intézkedések, amik azt éreztették velünk, hogy nem vagyunk szeretettel látva, és nem vagyunk szívesen látva az ukrán piacon. Ez tavaly nyáron csúcsosodott ki abban, hogy az ottani hatóság egy termékek egy nagyon jelentős részét nem felfüggesztette, de kilátásba helyezte a termékeink egy jelentős részének felfüggesztését. Ez azért volt nagyon feltűnő. Mi voltunk az első külföldi cég, akinél ezt a lépést megtették. A jogi eszközök rendelkezésre álltak szélesebb körben ezt az intézkedést meghozni, mégis velünk kezdték. Most ahhoz képest új fejlemény nincs, tehát nem tudom, milyen listán vagyunk rajta, de barátságos fogadtatás vagy bánásmódban nincs részünk. Itt arról a 35 termékről van szó, amelyeket Oroszországban gyárt, ha jól tudom, a Richter, de Ukrajnában is forgalmaz. Ezekre terjed ki az a korlátozó intézkedés, ami a legutóbbi negyedéves jelentésetek szerint eddig nem hatályosult, nem lépett életben, csak kilátásban van ugye helyező. Az a baj, hogy az ukrán hatóság is úgy tudja, hogy ezeket Oroszországba gyártjuk, pedig nem így van. Magyarországon gyártjuk egy-két kivétellel ezeket a készítményeket, az az egy-két kivétel is vagy a lengyel, vagy a romániai gyáregységünkben készül el. Úgyhogy akkor a disztribúció történik Oroszországban. Még csak erre, az, nem az sem. Az önmagában az a tény, hogy oroszországi létesítménye van a cégcsoportnak, egy hivatkozási alapot teremtett arra, hogy egy ilyen önkényes lépés szülessen, igen. Tehát arról nincs információtok, erre, hogy erre a bizonyos háborús szponzorokról összeállított listára fölkerülne a Richter. Arról van esetleg, hogy ez a kilátásba helyezett büntető intézkedés a 35 vagy akárhány terméket illetően hogy ez esetleg a közeljövőben már ténylegesen hatályosulhat? Most úgy látom, bár ez spekuláció részemről, hogy a gyógyszerellátás biztonsága fontosabb az ukrán hatóságoknak is, mint az, hogy valamilyen gesztusértékű üzenetet küldjenek. És azt is gondolom, hogy az uniós kapcsolatrendszerüknek sem tesz jót az, hogyha egy ilyen nyilvánvalóan a verseny sértő intézkedés születik. A kicsit még maradva az OTP-vel való párhuzamoknál, ugye az OTP egészen máshogy kommunikál az ukrajnai érdekeltségén keresztül, mint az oroszország érdekeltségén keresztül. Ukrajnai érdekeltségén keresztül tulajdonképpen a szimpátiájáról biztosítja az ukrán népet. És ilyen tónusban is kommunikálnak a közleményeikben. legalábbis a legutóbbi közlemények ilyen volt. Én megnéztem a Richter oroszországi és ukrajnai leányvállalatainak a az online felületét, és azt láttam, hogy teljesen neutrális, kizárólag az üzletre és üzletszerűen van megfogalmazva minden közlemény. Ez egy szándékos policy a Richter részéről? Nagyon szeretem az OTP-vel való összehasonlítgatást. Egyébként viccen kívül, mert nagyra becsülöm ezt a céget, nagyon komoly eredményei vannak. Nálunk azt hiszem a tettekben nyilvánul meg elsősorban a, a hozzáállásunk ehhez a két piachoz, vagy ehhez a két környezethez. Azért is mondom ezt, mert az OTP esetében nagyon úgy képzelem, nagyon kevés lehetőség van arra, hogy valódi döntéseket, intézkedéseket hozzanak. Ezek a bankok nem tudnak úgy működni, ahogy korábban, míg nálunk a, a mi esetünkben a gyógyszerellátást fent tudjuk tartani, mind a partnereink, mind az orvosaink, mind a betegeink felé tudjuk azokat a kötelezettségeinket vállalni, amelyeket 70 éve teljesítünk. Úgyhogy azon túl, hogy természetesen az ukrán stábunkat, csapatunkat igyekszünk egyben tartani, minden lehetséges módon támogatni. Azon túl, hogy bizonyos társadalmi felelősségvállalás kereteibe tartozó döntéseket meghoztunk Ukrajnával kapcsolatban, segélyek, gyógyszeradományok és társai. Ezen kívül nem érezzük szükségét annak, hogy ezt a kommunikációban nagyon megjelenítsük. Tényleg dolgozni szeretnénk mindkét ország betegei érdekében. Körülbelül egy éve beszélgettünk kicsit más körülmények között, és akkor még nagyjából az elején jártunk a háborúnak egy pár hónap el. És akkor úgy fogalmaztál, hogy Egyrészt nagyon megnehezült a logisztika, tehát a szállítmányok eljuttatása a cél országokba, kiemelten Ukrajnába. Ugye a lengyel-ukrán határon rostokoltak a kamionjaitok heteken keresztül. A másik fontos meglátásod pedig az volt, hogy hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül, mert tulajdonképpen folyamatosan bombáznak titeket üzenetekkel, e-mailen más csatornákon keresztül Ukrajnából, hogy függesztétek fel az oroszországi tevékenységet, tevékenységét a Richternek. Változott, volt történt -e változás, beállt a változás ebben az elmúlt egy évben, úgy a logisztikát illetően, mint a, mint a nyomásgyakorlást illetően. És mi erre a Richternek a válasza? Ami a logisztikát illeti, a legnehezebb a Belarus határon való volt, és az a bizonytalanság, ami a szállítási időkben ez okozott, Azóta egyértelmű helyzet alakult ki, Belaruson keresztül nem lehet átjutni. Tehát Lettország felé megyünk, ami hát a tíz évvel ezelőttihez képest egy hatalmas változás, hiszen korábban Ukrajnán keresztül vittük Moszkvába is az árut. Utána ez megszűnt, aztán jött a Belarus, ez most, most szűnt meg tavaly, és aztán most már tényleg nagyot kerülünk. Ukrajnába el tudjuk juttatni az árut, az kevésbé bonyolult, ott inkább arról van szó, hogy azért a rendelések elég jelentősen visszaestek. A logisztikai rész, én úgy gondolom, hogy sokkal inkább feladatokat rótt ránk, mint sem zavart okozott volna a egy Kicsit olyan volt, mint a COVID. Az első sok után megoldandó feladatok garmadáját jelentette. Ami a nyomásgyakorlást illeti, ott egy kicsit másképp néz ki a kép. Mintha elvágták volna ezeket az üzeneteket. Ami utólag azt mondom, hogy feltűnő nem úgy néz ki, mint ami egy ilyen széles körént az elégedetlenkedőknek fette volna le, vagy onnan indult volna, nem akarom ezt sem kitalálni, mert nem látok rá közvetlenül, csak arra, hogy darabig jött és aztán pedig nem jött. Most sem jön, és az, hogy mi ezt az időszakot hogyan éltük meg, talán csak arról tudok hosszabban beszélni itt. Egyértelmű volt a, a nemzetközi közösségben, és ma is az, hogy a, a gyógyszeripari termékekre, gyógyszerekre szankció nem vonatkozik. Ez még olyan időszakokban is ö, egyértelmű volt szerintem, a, mint az iráni szankciók például. Tehát a mostani szankciókkal kapcsolatban felvetődik néhány kérdés jogosan, hogy te jó hát ezeknek mikor lesz vége? Ezek más szankciók, mint voltak régen. Ott ugye megmondták, hogy ha ez is ez történik, akkor vége lesz. Itt nincs ilyen. Úgyhogy joggal kérdezi valaki, hogy na is a gyógyszeripar az mikor következik, nem következik. És azt gondolom erről, hogy nem is fog, mert az ellátás biztonság és a betegek érdeke előbbre való. Ezt a például az a szakmai szervezet, aminek uniós szinten tagja vagyunk, Medicines for Europe többször megerősítette. A missziónk, a küldetésünk, mint Richter és mint tagja ennek a ennek a szakmai szervezetnek egyértelműen a gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása globálisan. Tehát, Tehát ebben nem fér bele. Nincs az az etikai dilemma, ami felül tudná írni ezt az álláspontot. Azért pontosan látjuk, hogy számos cég megtette azt, hogy kivonult Oroszországból. Nyilván más ágazatokra gondolok itt, nem pedig a gyógyszeriparra. De mégis akkor van egy erős morális kényszer, nyomás, ő, józan belátás, saját belátás, ami alapján ezek a cégek meghozták ezeket a döntéseket. Tehát az ilyen típusú dilemmák azért a Richter igazgatósági ülésein korábban, vagy akár mostanában is még azért előkerülnek, és a beszélgetés vége mindig az az hogy de nekünk biztosítani kell a megfelelő gyógyszerellátást, és ez a legfontosabb szempont. Amíg azt látjuk, hogy a versenytársaink ott vannak, Addig ez a kérdés nem vetődik fel hónapról hónapra, ezt dolgot egyszer megvitattuk, egyszer megrágtuk, amíg nem változnak a körülmények, addig nem látom okát, hogy változtassunk az álláspontunkon. Az meg, hogy etikai dilemma volt-e azoknál a cégeknél, akik végül kivonultak, hát ezt nagyon kétlem, egy PR dilemma volt, az is egy nagyon komoly dolog, nem szabad lebecsülni, de a PR dilemma dölt el abba az irányba hogy végül kivonulnak nem sokan egyébként ahhoz képest kis jelentőségű operációk szűntek meg. Ami miatt azt merem mondani, hogy ez nem etikai, hanem PR dilemma, az az, hogy mindaddig, amíg a civil szférát külön lehet választani a hadigépezettől, addig nincs olyan etikai, Megfontolás, ami a civil szférára valami ilyen kemény, az életet, az egészséget veszélyeztető intézkedést indokolna. És mi lehet az a változás, ami ezt a korlátot úgymond feloldaná, mondjuk egy? egy teljes mozgósítás Oroszországon, az már egy olyan lépcső fog lenne, amikor előkerülhetnek etikai kérdések? Nem hiszem. Mindaddig, amíg a civil szféra elkülönül a mozgósított hadigépezettől, hmm. addig nem gondolom ezt. Nem is, szerencsére nem is nekem kell megfejteni, hanem... Ja, a ez nem... a határ, ez elmosódik, hogyha mondjuk egy általános mozgósítás van. Amikor elmosódik ez a határ, azt úgy hívják, hogy terrorizmus. Aha. Azt, ez a definíciója, és egyelőre még ezt nem tudom, hogy ez bekövetkezett volna. A, egyébként milyen a, a viszony az ukrán és az orosz hatóságokkal? Nyilván, vagy gond feltétlenül hogy az ukrán ö, lehet az, a, 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 a kényesebb, ha úgy tetszik. Tehát, hogy a, 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 a párbeszéd az, az szakmai alapon zajlik, vagy érzékeltek ebben azért nehézségeket tekintettel a, a rendkívüli helyzetről? Az ukrán viszonyban érzékeltük a két ország közötti külpolitikai feszültségnek a jeleit, igen. Az orosz esetben úgy gondolom, hogy ami meghatározó, az az, hogy 70 éve ott vagyunk. Nagyon jó a beágyazottságunk, a márka ismeret az orosz betegek és orvosok körében, és ennek tudható be az, hogy a mai körülmények között is tudjuk menedzselni a viszonyokat. Mennyire vannak kitéve a kollégáitok Ukrajnában ennek a háborús helyzetnek? Tehát mennyire érinti őket, mennyire van jelen a mindennapjaikban? Van-e olyan kolléga, aki bevonult az ukrán hadseregbe és már a fronton szolgál? Sokféleképpen érinti őket, igen. Abban az időszakban volt a legszélesebb körben érintve a stávunk, amikor Kievet is támadták hiszen a központunk ott található, az, az áru is ott érkezik meg. Azokon a. Mai napig vannak még kieveti érő támadások. Igen, ezek, támadások. Ez, ezeknek azért volt egy olyan időszaka, ami, volt. Ami, amikor különösen egy évvel ezelőtt, amikor ez egyértelműen a működést ellehetetlenítette, és hát az életüket is nem mellesleg. Azt tapasztaltuk, hogy viszonylag sokan külföldre menekültek, de azért nem tömegek, tehát Magyarországra is jöttek, itt is segítettünk több családnak, Lengyelországban a lengyel ö, ö, vállalatunk is oldott meg ö, tehát kollégák ilyen és helyzeteket, családjaik. kollégák és hát, családjaikról beszélünk, igen. Most mi, ebben a szakmában ö, sajnos azt kétségtelenül felmerül, hogy gyakorlatilag mindenki valamilyen módon a, a háborús erőfezítésben részt tud vállalni, hiszen egészségügyi dolgozók ilyen vagy olyan képzettséggel mindegyiküknél felmerül, hogy, hogy be kell vonulniuk, és volt is olyan kollégánk, aki, aki, bevonult, volt is olyan kollégánk, aki, aki találatért és meghalt, egy ilyen hmm. volt. Hmm. Úgy az oroszországi, mint az ukrajnai destinációban a működés az valamennyire, a feltételek valamennyire rendeződtek, mondjuk az egy évvel korábbi viszonyokhoz képest? Lehet Sikerült azt... a hadi gépezethez idomítani a Richter működését Ukrajnában és Oroszországban? El tudjuk látni a betegeket, nekünk ez a legfontosabb, folyamatos a működés. Azt nem állítom, hogy zavartalan, hanem egy állandó küzdelem, de ennek egyelőre meg tudunk felelni milyen zavarok zavarják meg mostanában a működést? A legkülönbözőbb helyzetek állnak elő, például a dollár elszámolás ütközik nehézségekbe az utóbbi időben, azt valószínűleg ismert a hallgató körében is, hogy szintet lépett az amerikai-orosz viszony ebben a tekintetben is. Aztán alapanyagok eljuttatása, alkatrészek eljuttatása a megfelelő helyre van, hogy ö, ö, körülményesebb, mint volt, és, és adott esetben új beszállító után kell nézni, az nem egyszer előfordult. Ö, ezen kívül talán azt mondanám még, hogy ö, ö, a mozgósítás során ugye a kollégáknak felmerül a részvétele a, a, a háborúban közvetlenül is. Mindeddig ezt sikerült elkerülnünk. Azt említetted a beszélgetésünkben, hogy Ukrajnában a kereslet, mintha csökkenne a Richter termékei iránt, és a, a negyedéves jelentésben az is szerepel, hogy Oroszországban is az első két hónapban csökkent a forgalom. Mivel magyarázható ez? A tavalyi magas bázis évhez, vagy nem magas bázis évhez kell ezt mérni, vagy ténylegesen szűkül, csökken a kereslet? És mondjuk Oroszországban ez indokolható a, azzal, hogy mondjuk elfogyóban van az orosz átlapolgár pénze, jövedelme megtakarítása, még Ukrajnában mondjuk a, a rendkívüli helyzet az, ami ezt indokolhatja. Nem látjuk azt, hogy az orosz piac volumenben, dobozban kifejezve csökkenne tavalyhoz képest. Az kétségtelen tény, hogy a makrogazdasági viszonyok egy év alatt sokat romlottak, az energiárak csökkenése az orosz költségvetést negatívan érinti, és általában azt figyeltük meg, hogy valamilyen az európai országok többségénél nagyobb Kapcsolat van a rendelkezésre álló jövedelem és a gyógyszerfogyasztás között. Ennek a jeleit ha, a, egyelőre nem érzékeljük lényegesen. Ezt fel voltam készülve egy nagyobb ö, hatásra is, stabilnak mondanám a, a piacot. Ö, a fizetési fegyelem, ahogy úgy mondjam, sem romlott ö, mindeddig. Ukrajnában az egész ö, élet ö, ö, természetesen nagyon drasztikusan megváltozott kevesebben vannak Ukrajnában, mint voltak, lényegesen. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a, a piaci csökkenéssel együtt, sőt azon túl esett vissza a forgalom. A, az orosz piac, ott nevezhetjük meghatározónak a Richter szempontjából. Ha jól olvastam ki a jelentésből, akkor a, a gyógyszergyártásból származó bevételetek mintegy 20%-a köthető Oroszországhoz. A, és azt is megemlíti ez a jelentés, hogy a Rubel 31, 31 kal erősödött tavaly éveleihez képest a forinttal szemben. Ugye a Richter szempontjából nagyon fontos az árfolyam hatás, hiszen számos külföldi érdekeltsége, kitettsége van. Az engem nagyon érdekel, hogy egy háborúban álló ország valutája mitől tud ennyit erősödni egy év alatt a forinttal szemben. Az euróval, meg a dollárral való viszonyban ezt már nagyjából megszoktuk. Most épp egy másik irány látszik erősödni, de azért ez már hozzászoktunk. De hogy, hogy a Rubel mitől tud erősödni a forinttal szemben? Sajnos múlt időben kell beszélnünk, de attól a kérdés még feltehető. A, a tavalyi év az kétségtelen egy olyan időszak volt, ami egy ember életében egyszer szerintem előfordul, hogy a dollár és a Rubel egy irányba változott, mindkét deviza erősödött a forinttal szemben. Egy, egy, krízisben a dollár felértékelődik, az már megszokott, de hogy a rubel, ez tényleg magyarázatra szorul. Két oka volt. Az egyik az az, hogy nagyon jelentős energia export utáni deviza bevétel érkezett az orosz gazdaságba a tavalyi év közepén, felmentek az árak, a volumenek nem tudtak lemenni, tehát az orosz export Értékben nagyon jelentősen emelkedett. A másik oka az volt ennek a jelenségnek, hogy nem tudott az orosz tőke kifelé menni. Nem tudott Londonba villákat venni, nem tudott futballcsapatot venni, nem tudott svájci bankszámlán, meg offshore számlán elhelyezkedni. Ez a kiáramlás megszűnt, a beáramlás viszont nem szűnt meg, nem felerősödött. A devizák, ilyen egyenlege, deviza mérlegnek, ilyen egyenlege szokott felértékelődést okozni egy devizába, ez most is megtörtént a rubellel. Sajnos ez a múlt most már nagyjából a forinttal szemben ugyanott van a rubel, mint ahol tavaly az év legelején indultunk, tehát négy fölött valamivel. Ez jelentősen gyengébb, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt. Fölment ez a kurzus hét fölé, hét és félre és sajnos ez most visszaszánkázott 4,3, tehát 4 forint 30 fillér körülre, és ez és azért... a fog lecsapódni az eredményetekben? Ez már látszik most, hogy az árfolyam nyeresség, ami tavaly keletkezett, az átmeneti volt, és a pénzügyi soron már Q4-ben, tehát negyedik negyed évben elkönyveltünk egy nagyon komoly veszteséget, amit aztán tetézett az első negyed évben, nem ugyanakkor a a harmad, akkor a 17 milliárdos mínusz a pénzügyi soron. És ez lehet még rosszabb is az időn. Ez Úgy képzelem, hogy ez valószínűleg fennmaradt, tehát gyűjteni fogjuk tovább a, a pénzügyi veszteséget, és ez azért is lényeges, hogy erről beszéljünk, mert fedezni se lehet már. Ugye régen a rubelt azért nem fedeztük, mert olyan kamat különbözet volt, hogy mérthetetlenül költséges volt a fedezés. Most azért nem fedezzük, mert technikailag kivitelezhetetlen a határidős eladása a Rubelnek. Kettő között fedeztük egy ideig, tehát mondjuk a tavalyi év elején még a 120-as Rubelnél voltak jó fedezeti ügyleteink érvényben, de ez egy átmeneti dolog. Ma már nem tudjuk kezelni ezt a Rubel volatilitást. Uh -huh. a... Egyébként a számok, ahogy néztem, legyen szó az árbevételről, adózott eredményről, bruttó fedezeti hányadról, azok elég impozánsak, de ez a tavalyi első negyedév esetleges gyengébb teljesítményének köszönhető, vagy önmagában is jók ezek a mutatók, tehát mérhetően, kimutathatóan jól teljesített a Richter ebben az időszakban. És hogy látjátok az év további részét? Nem mondanám a tavalyi bázis nagyon gyengének. Sokkal inkább arról van szó, amit elkezdtél fejtegetni, hogy 20 körül van az orosz súly. Tíz évvel ezelőtt ez több mint 40 volt. És ez a tudatos törekvés a Richter részéről, hogy elfelé átsúlyozza az üzleti hangsúlyokat, áttereljük nyugat felé, ez az elmúlt néhány évben fel tudott gyorsulni. És ezt a nőgyászati építkezésre is gondol ilyenkor a biotechnológia, elkezdett komoly árbevételt termelni, illetve felfutott az amerikai értékesítésünk, ami most már nagyobb, mint az orosz. Így ez a két ország áll a legnagyobb piacaink listájának tetején. Hát nehéz így dolgozni, hogy ez a két ország jelenleg nem tud jól együttműködni. ez az átsúlyozás, ez üzletpolitikai szempontból hozhatja azt, hogy tovább csökken Oroszország súlya a portfólión belül? Tehát ez lehet egy tudatos törekvés a Richter menedzsment részéről? Igen, az mindenképpen az nem csak lesz, hanem volt is, nem abszolút értékben természetesen, tehát volumenben, rubelben kifejezve, továbbra is növekszünk Oroszországban ugyan nagyon minimális mértékben az elmúlt néhány évben. Tehát nem egy kivonulásról beszélünk, hanem egy átsúlyozásról, és ez a Nyugat-Európa kétszámegyű növekedése, illetve az Egyesült Államok nagy kétszámegyű növekedése tudja előidézni, hogy a relatív Tehát nem pozíciója nem változik. Hosszú távon el akarnátok engedni az orosz piacot, Nem. hanem mellette felfuttatni jobban a nyugat-európai marketet. Nyugat-európai. És az Egyesült Államok. Latin Amerika. Kína. Ezek az elmúlt 5-6 évben sokkal nagyobb ütemben tudtak nőni, mint az komoly növekedési potenciált akkor nem láttok az orosz piacban, attól függetlenül is, hogy egyébként háború zajlik, vagy nem zajlik, involválódik, vagy nem involválódik orosz. Piacban. Igen, tehát például azok a gondolatok talán 10-15 éve még, amik forgalomban voltak, hogy egy alapvetően kevéssé penetrálódott gyógyszerpiac, egy alacsony gyógyszerellátottság bizonyos országokban majd ahhoz fog vezetni, egy gyors felzárkózással a gyógyszerfogyasztás gdp vagy akármilyen más gazdasági teljesítményt tükröző mutató arányában majd felzárkózik, ettől nem félünk. Kicsit nézzünk itt hol, Magyarországra, a magyar piacra. A, a, a negyedéves jelentés szóló tájékoztatótokon egészen súlyos üzenetek hangoztak el, például arról, hogy az ellátás biztonság az mennyire tartható fönn hosszú távon. Feltételezem, ez összefüggésben van azzal, hogy az, az ágazatot egyébként különböző adókkal terheli a kormány, külön adókkal, extra <kül> válságadókkal. Először is, mit szóltok ahhoz a hírhez, hogy úgy néz ki, hogy jövőre mégsem fogják kivezetni ezeket az adókat? Legfeljebb egy-egy ágazat esetében mérsékelheti a kormány ezeket a tételeket. Van -e erről több információtok, mint amennyi mondjuk a kormányinfón keresztül a lakossághoz eljut? Először is, és a e, külön adóval kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az eredeti indoklásban az árfolyam nyeresség volt az a hivatkozási alap, ami ö, miatt az adó kivetésre kerülhetett. Ö, ez az árfolyam nyeresség, beszéltünk már erről, még a negyedik-negyed évben köddé vált, és azóta árfolyam veszteség van. Tehát ö, felmerül nem csak jövőre, hanem az idén is, hogy ennek az adónak a létjogosultsága megvan -e még. Önmagában az, hogy ö, exportra van egy adó kivetve az egészen meglepő. Ilyen a magyar unortodoxiában sem fordult eddig elő. Tehát ez mindenképpen magyarázatra szorul, hogy ez meddig tartható fenn. Különösen annak fényében, hogy az exportszektor versenyképessége egyébként is nagyon sokat romlott az elmúlt fél évben. Gondoljunk arra, hogy dollárral szemben 100 forintot, vagy 90 forintot az euróval szemben olyan 70 forintot romlott az elmúlt bőfél évben a, a, az exportőrök pozíciója. Közben egy 20%-os béremelésen is túl vagyunk, tehát aki ezt össze tudja szorozni, az látja, hogy a modern gazdaság történet legnagyobb versenyképesség vesztése történt az export szektorban. Az ellátásbiztonsághoz pedig annyit szeretnék mondani, hogy mégsem az a helyzet, hogy ezek a tényezők okozzák az ellátás biztonság megrendülését, azt önmagában az okozza, hogy 2007 óta nem volt áremelés. És mindaddig, amíg 0-1-2 százalékos inflációs környezetben tudtunk működni, ez nem volt elviselhetetlen. De amióta kétszemügyi infláció van, azóta egyre nagyobb arányban kerülnek az alapellátásban gyártott és kiszállított készítményeink abba a kategóriába, ami, be, ami már nem éri meg nekünk. Tehát arról beszélünk, hogy gyógyszergyártók leállhatnak bizonyos készítmények gyártásával, mert egyszerűen csak veszteségük keletkezik rajta? Erről van szó, igen. Milyen termékkört érinthet ez az intézkedés? Nyilván nem a kritikus fontosságú készítményekről van szó, vagy csak feltételezem, hogy nem arról van szó, hanem talán a kevésbé súlyos betegségek kezelésére szolgáló. Vagy nem ilyen szempontok szerint történik a. Nem hiszem, lehet ilyen kategóriákat is felállítani, de én azt képzelem, mert nem vagyok orvos, ezt mindenki tudja. Hogy nem a gyógyszer a kritikus fontosságú, hanem a beteg állapota olyan, amilyen. Attól függ, hogy melyik gyógyszer lesz hirtelen életmentő, hogy ott éppen milyen állapotban van. Sajnos Magyarországon a lakosság egészségi állapota miatt elég sok életmentő gyógyszerünk van. Nem nekünk, mint Richter, hanem az ágazatnak, ugye, ahogy van. Tehát én azért ebből nem indulnék ki, hogy azok fognak pont megmaradni, amikre a legnagyobb szükség van. Ez egy nehéz téma, mert a, a gyógyszeripar nem olyan, mint például a bankszektor, amiről korábban beszéltünk, vagy akár pláne nem olyan, mint az olajipar, hogy nagyon erősen koncentrált piacról beszélnénk. Sok szereplő van, nagyon jelentős a nemzetközi kereskedelem súlya, a, a, akár a hazai ellátásban is. Nincs olyan, hogy egy-egy szereplő dominálja a piacot. Legalábbis az alapellátásban ilyen nem jellemző a térségünkben egyáltalán. Egy-egy ország van, amit a, a helyi nemzeti bajnok, az ottani Richter nevezzük így, dominálni tud. Finnország ilyen, Szlovénia is ilyen. Jó lenne, ha tanulnánk tőlük, de most per pillanat a kérdésre válaszolva, elég olyan gyártó van, a, a játékban, ami miatt ez az ellátás biztonság nem egyik pillanatról a másikra sérül, hanem folyamatosan romlik. A felvetésed az olyan szempontból, Jogos, hogy most rontottunk rajta megint egy jó nagyot. Uh -huh. Tehát az a helyzet előállat, hogy bizonyos készítményekből hiány alakul ki a piacon, vagy ez azért nem tud kialakulni, mert sok szereplős a piac, és valaki mindig be fog tudni lépni a másik gyártó helyére, aki éppen felfüggeszti annak a készítménynek a gyártásán. Most is van egy sor készítményből hiány, télen pláne volt, de igen, ez a határ az ellátás biztonság és az ellátás biztonság hiánya között, ez egy elmosódott határ, emiatt, hogy sok szereplős. Tulajdonképpen a vényköteles piac. készítményekről beszélünk, nem? Vagy nem, lehet a szabadárás is. És ideérthetjük? Ideérthetünk bármit, különösen akkor, hogyha nem csak az ár okozza az ellátás problémáját, hanem akár valamilyen alapanyag rendelkezésre állása ami azért COVID óta elég rendesen ö, ö, megszaporodott. Ezek a jelenségek sokkal jellemzőbbek, mint voltak, hosszabbak a szállítási határidők, és általában a, a különböző alapanyagok, elérhetősége, csomagolóanyagok hmm. rendelkezésre állása. De ha ezt mind összeadjuk, akkor azt látjuk, ez egy széles körű jelenség, nem csak a, a, a kritikus, nem csak a ö, vényköteles, nem csak a ö, szabadáros, egy általános uh, problémával nézünk szembe, és nem csak Magyarországon. Tudsz, tudsz mondani egy olyan készítményt, vagy terápiát, ami esetében uh, ez igazán élesen most már fölvető, fölvetődik nálad? Hogy ne tudnék mondani, de a versenytársnak a cikkét nem fogom reklámozni, mi pedig ellátjuk a piacot egyelőre, a magyart mindennel. Uh -huh. A, <kül> a különadók esetében ezek mennyivel rontják az eredményt idén, és van-e már kalkuláció akár 2024-re, amennyiben fönnmarad a, már pedig most úgy néz ki, hogy fönnmarad. Én azért van. nagyon bízom abban, hogy akár már az idén is ennek a mérséklése szóba tud kerülni, hiszen ahogy mondtam, az árfolyam nyereség, ami a hivatkozási alapja volt ennek az intézkedésnek, az már régen nem áll fenn. Hát ezt akkor is mondtuk, hogy ugye majd, ha árfolyam veszteség lesz, akkor ideadják nekünk ugyanezt a pénzt. Nyilvánvalóan költői kérdés volt. Tavaly 28 milliárd volt a, a Richter számára ez a teher, az ágazat körülbelül ennek a dupláját fizette be. Miközben az eredmény mennyi volt? Az ilyen mihez viszonyítani? Az eredmény az 158 mm. milliárd mm. forint volt, lehetett volna több, ha nincs ez az adó, és azt merem remélni, és az lenne a méltányos, ha már az idén, tekintve, hogy az árfőm nyeresség mínuszba fordult, ez a, adó már elkezdenek kivezetődni. Van-e erről információtok, tárgyalatok erről a kormány? Folyamatosak az egyeztetések, döntésről még nem tudok. Szándék látszik a kormány részéről, hogy figyelembe vegye az ágazat érveit? Igen. Vagy a nap a döntés az lesz, hogy megmarad a különadó 2024-re, esetleg csökkentenek rajta valami? Nem gondolom, hogy ez lesz a döntés. Szerintem azt mindenki látja, hogy egy olyan cég, ami 90%-ban exportál, és az anyavállalatban keletkezik mégis az árbevételnek a túlnyomó része, az a, a, annak az exportját nem lehet hosszú távon adóztatni. ugye az állam és az állam a kormányjal való viszony szóba került. Hogyan tudtok -e együttműködni az új tulajdonosi, körrel, gondolok itt az egyetemi alapítványi új tulajdonosra, aki az én meglátásom szerint végső soron az államot képviseli egyébként ebben a, ebben a struktúrában. És mi történt a közgyűlésen? Nagyon érdekes hírek jöttek, hogy volt egy javaslat az osztalék kifizetésre a menedzsment részéről, majd a Corvinus alapítvány ehhez képest egy 18 milliárd forinttal nagyobb, összesen 90 milliárd forintos osztalék kifizetésére tett javaslatot, hogy, hogy ez, ez jele valamilyen diszharmóniának a menedzsment meg a, a, egyik fő tulajdonos között, és hogyan sikerült átverni végül a menedzsment akaratát? a közgyűlésen. Ez jele egy diszharmóniának, de nem a menedzsment és a e, tulajdonos között, hanem a részvényesek között. Ugyanis e, a két kétharmada, kicsit több is e, külföldi pénzügyi befektető, és e, a mi dolgunk, mint menedzsment az, hogy felmérjük azt a elvárást a céggel szemben, hogy hogyan e, e, akarja ez a bizonyos pénzügyi befektetői kör és ide értem a hazai alapítványokat is, megosztani a szabad készpénz két felhasználási módja között. Az egyik az, hogy visszaforgatja a cégbe ilyen vagy olyan jövőbeli, jövedelmezőségi forrás építése érdekében, és a másik ilyen mód között, ami nem más, mint a visszajutatása ennek valamilyen módon a részvényesek felé. Én úgy érzem, hogy jól végeztem el ezt a munkát, mert a részvényesek túlnyomó többségének megfelelő osztalékot tehát javaslatot az igazgatóság. Volt kétség kívül a Kormusz alapítvány személyében egy, egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt a statisztikában, az, az outlier érték, tehát ez az extrém álláspont, ami nem tükrözte a többségi. Elmagyarázzák valamivel, hogy miért pont ekkora összeget tartanak célszerű önnek kifizetni? Ö, hát persze, volt. Volt Persze, hogy volt. Hát minél több, annál jobb. É. Ennek a különböző változatai, most nem akarom ebbe -be belemenni, de az, az fontos tudni, hogy nagyon jelentősen növeltük tavalyhoz képest az osztalék kifizetési hányadot és pláne az abszolút összegét az osztaléknak eleve. Ez a részvényesek túlnyomó részének ö, tetszését kiváltotta, és ö, nekünk az a dolgunk, hogy azt a ö, tulajdonosi kört elvárásának igyekezzünk megfelelni, aki nagyjából egy tömbben egyetért a, 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 azzal az irányjal, amit, amit így mint konszenzus tudtunk figyelembe. Venni. Számoltok azzal a lehetőséggel, hogy a továbbiakban többször is próbára lesztek téve a Corvinus által képviselt alapítványi tulajdonos részéről? Ilyen összefüggésben? Minden évben el kell végezni ezt a munkát. Meg kell nézni, hogy a tulajdonosok mit akarnak. Ez nem úgy van, hogy kitaláljuk a gyömrői úton, hogy szerintünk mi a fair, vagy mi az elég, Természetesen a nemzetközi gyakorlatot, az iparági gyakorlatot figyelembe kell venni. Abban a tekintetben is eléggé kilógott fölfelé ez a korvinuszos elképzelés. De a legfontosabb az, hogy a részvényesek támogatását bírja az a javaslat, amit utána a közgyűlésre terjesztünk, és lehet, hogy jövőre nem áll elő ez a diszkrepancia a különböző elvárások között. Idén elővált. Olyan értelemben is érdekes számomra, hogy mi történt a Richter közgyűlésén, illetve hát ugye volt egy tisztújítás is az igazgatóságot érintően is, hogy például német László né megjelenése az igazgatóságban, az nem még egy ilyen, nem próbatétel, de mondjuk egy ilyen jel arra vonatkozóan, hogy, a, hogy az állam, illetve az egyetemi alapítvány az esetleg szorosabban akarja kontrollálni a, az ügyeket a cég életében? Szerintem a törésvonal az ott van, hogy van-e a Richternek szakmai befektetője, vagy pénzügyi befektetői vannak. Mindaddig, amíg pénzügyi befektetői vannak, addig a céget függetlennek lehet tekinteni, és egy pénzügyi elvárást kell teljesíteni. Ez lehetővé teszi azt, hogy folytathassuk azt a munkát vagy azt a küldetést be tudjuk teljesíteni, hogy egy hazai központú nemzetközi vállalatot építünk, magas szellemi hozzáadott értékkel, hazai szürkeállományra alapozva. Amíg ezt tudjuk csinálni, addig a pénzügyi befektetőinkkel meg fogjuk tudni találni a, 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 az egyensúlyt, illetve az érdekközösséget. Ha ez felborul, az, 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 az nem lesz jó, és sem akkor, hogyha ez egy hazai irányból érkezik, valóban ez meglepő. Azt gondolta az ember, hogy ez nemzetközi irányból jön, először nem így történt. Orbán Gábor, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.